Minden találkozás fontos, úgy gondolom. És ugye ennek a találkozásnak a vezérgondolata az Isten színe előtt, coram Deo. Jó, ha Isten színe előtt találkozunk egymással, de úgy, hogy közben az Úrra is tudunk figyelni, és akkor számot tudunk vetni önmagunkkal, számot tudunk vetni gyülekezeteinkkel, ahogyan ez az mai alkalommal el is hangzott több esetben. Jól éreztem magamat, amikor a nyitóállítatot megtarthattam, aztán jól éreztem magamat a püspök úr előadásában, szintén hasonló gondolatokkal vezette föl ennek az egész napnak a gondolatiságát, illetve irányt mutatott ezzel nem csak a mai napra, hanem a hétköznapokban is. Nagyon jók voltak a bizonyságtételek. Az a közvetlenség, az összetartozásnak a gondolata, ami szinte mindenütt visszatérő gondolat volt mindenkinél. Én úgy gondolom, hogy ez hatással lesz a következőkben, én rám is, meg másokra is. A presbitérium a gyülekezetnek a vezető testülete, viszont egy közösség a tagokban realizálódik, tehát minden presbiternek komolyan kell venni a szolgálatát, akkor lesz egy presbitérium hatékony. Ide is érvényes a leggyengébb láncszemnek az elmélete, tehát ha van olyan presbiter, egy presbitériumban, aki nem veszi komolyan a feladatát, akkor ezzel az egészet gyöngíti, az egész közösséget. Tehát ezért tartom fontosnak, hogy minden presbiter lássa és értse, hogy mi a feladata és mi a küldetése. A mindennapokban megtalálni a helyüket a keresztény közösségben, és erről bizonyságot tenni kifelé is. Nagyon fontosnak tartom a lelkipásztori munkának a segítését. Egyre inkább tudomásul kell venni, hogy megszűnt az a kép, az a gondolkodásmód, hogy a lelkésznek kell mindent csinálni. Nem, a lelkipásztor irányítson, legyen szellemi és lelki vezetője a gyülekezetnek, a presbitériumnak, és ezen belül a presbitérium, illetve annak tagjai, és a gyülekezet tagja, és mindenki találja meg a maga szolgálati területét. Így lesz az egész szépé és igazivá. A kezdetek, ami még tényleg egy, úgy nevezhetjük, hogy egy fajta ilyen hőskorszak, mert az egy izgalmas időszak volt a rendszerváltás ideje, és hívővé válni az egy tényleg egy különleges dolog volt. Aztán különböző felekezetekben, gyülekezetekben voltam, ami nekem nagyon segített ahhoz, hogy én nyitott lehessek, és végül is nem is tudtam még akkor, amikor aztán kerestem a helyemet, hogy csak ezt utólag tudtam meg, hogy a nem hívő szüleim aztán elmondták, hogy tulajdonképpen református gyökerek vannak, és én aztán visszatértem oda. És akkor, hogy az egész, ez a szolgálat, ez úgy adódott olyan természetesen, hogy a gyerekeink, ahogy belenőttek, akkor mi bekapcsolódtunk, és velük együtt a többi gyereknek a vezetésébe, és ahogy nagyobbak lettek, akkor megint másfajták. Az ifjúsági munka az egy rész, akkor úgynevezett előszoba program, ez a filmklub, ami egy kifelé való missziónak szolgálat, ez a filmklub, ami nyitott a külsősök számára. Ez egy nagyon kötetlen, laza formát biztosít az olyan emberek számára, akiknek esetleg maguktól alkalmakra kifejezett, meghirdetett gyülekezeti alkalomra nem jönnének, és egy ilyen nyitott alkalom. Úgy gondolom, hogy ez egy jó hozzájárulás. Akkor a gyülekezeti újságba szoktam bekapcsolódni. A programok, amiket a gyerekeknek szánunk, azok aztán átmennek sokszor felnőtt programokba is. A vizitúra volt például ilyen, ez kifejezetten egy ifjúsági alkalomnak szántuk, de most már gyülekezeti vizitúrának van meghirdetve. Nagyon hálás a szívünk, imádságban is készültünk, igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy megfelelően előkészítsük ezt az alkalmat, de most, ahogyan átéltük ezt az együttlétet, nem is gondoltam, hogy ennyire áldott lesz ez az alkalom, úgyhogy nagyon örömteli a szívem. Mindazok által, amit elhangzott, ahogyan tudtunk épülni egymás hite által, úgyhogy sok öröm van a szívemben és hálaadás. Megemlítettem, hogy gyerekkoromnak volt egy csintevése, édesanyámnak volt egy gyöngysorra, amit nem használt, de szerettem volna levenni róla egy gyöngyszemet, és amikor ez sikerült, hát mindazt, ami fonal összetartotta, azt elmetszettem, és semmi nem maradt a kezembe. Ezért megtanultam, hogy ez a vékony fonal az nagyon-nagyon fontos, ami a drága kincseket, gyöngyszemeket össze tudja gyűjteni. Ezért én úgy fogalmaztam meg a mai alkalmat, ami összetartotta az a
úgy mondom, hogy az a hármasság, a 3H, az, hogy egy lelkipásztornak, presbiternek, egyházban szolgáló testvérnek fontos, hogy hívő legyen, hűséges legyen és hiteles legyen. Nagyon aktuális, mert ebben az évben van a presbiteri tisztújítás, és azt tudom mondani, hogy ők a gyülekezetnek a tartó oszlopai, a lelkipásztoroknak a közvetlen munkatársai. És egyedül egy lelkipásztor nem tudja elvégezni azt a feladatot, szolgálatot, ami egy nyáj pásztorolásánál szükséges. Ezért muszáj saját maga miatt is, a gyülekezet miatt is, hogy megfelelő munkatársai legyenek. Ez az alkalom ez azért volt jó, mert egymás hite által is tudtunk épülni, az előadások által, püspök úr szolgálata által is tudtunk épülni, és útmutatást ad számunkra, hogy milyen munkatársakat keressünk és találjunk a gyülekezetbe, és kitállítsunk be a presbiteri szolgálatba. Aminek nagyon örültem, hogy azért nem teljes konkrétummal voltak fölkérve, hogy mit kell, hogy elmondjanak milyen témában, csak körvonalazva volt, mert így igazán az jött ki belőlük, amit gondolnak. És ez bemutatta azt, hogy a presbitereink is sokfélék, ettől a sokféleségtől nem kell megijednünk, mert ez tesz bennünket egyébként Krisztusban gazdaggá, mert Krisztus nem egyformá teremtett bennünket, és így tudunk egyébként még inkább meggazdagítani egy gyülekezetet. A másik, ami megint szintén kijött, az az, hogy különböző gyülekezeti típusokban, modellekben szolgálnak ezek a presbiterek, és az is jó volt, mert így egy kicsit beleláttunk egy-egy másik gyülekezetnek az életébe, és tudtunk együtt örülni a másik örömével, ugyanakkor a másiknak nem is gondoljuk bele, hogy milyen nehézségei vannak, így tudunk értük imádkozni, hálát adni azért abban a helyzetben, amiben vagyunk, illetve átgondolni mindazt, hogy mennyire sokféle és sokszínű gyülekezeteink vannak, de a legfontosabb az, hogy Isten szerint ezek a gyülekezetek betöltsék a küldetésüket.